nagyon béna volt, tudom, azt mondták a operatőrök, hogy diszkréten tapsoljak egyet az elején, hogy meg legyen az a hang, mint amihez képest majd tudják vágni a műsort. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát rengetegen vagyunk, ez nagyon meglepő és nagyon jó leső érzés. Csintalan Sándornak születésnapja van. Én nem tudom, hogy ez kiderült-e itt, amíg nem voltam itt. Az volt a nagy taps. Köszönöm szépen. És hát Konok Péter is itt van köztünk, ugye? Jó estét. És Puzsér Róbert. Jó estét kívánok. Hát én ugye Dévény István vagyok, és most jól megzavartuk a... Diszkrét taps. Az ellent jól megzavartuk, mert most megint én vezetem a műsort. Csapjunk is bele. Azt mondja, hogy hát rendesen felpörgött a önkormányzati választási kampány. Kiírtam magamnak a kulcsszavakat, amelyek nem úgy hangzanak, hogy program, vízió, elképzelés, hanem úgy hangzanak, hogy luxusjak, prostik, kokain, beépített álma, szörnő. Na most erről nyilván hosszasan és szórakoztatóan tudnánk beszélni, de én azon gondolkodtam, hogy inkább azt kérdezem meg tőletek, hogy szerintetek a politikusoknak a hétköznapjai, amikor magánemberek, általában magánéletük, az mennyire tartozik a közre? És hol jön az a vonal, amikor már a közre tartozik? És nyilván, ha valaki olyan okos, hogy 3 videókamera előtt most majdnem azt mondtam, hogy tolja a cuccot, de ugye a Borka is szóval, hogy szívja a cuccot adott esetben, bár azt hiszem, hogy olyan felvétel még nem volt eddig, akkor az nyilván már közügy. Na de mégis, de tényleg hol van az a határ, ahol már a köznek köze van ahhoz, hogy mit csinál egy politikus, amikor nem politikus éppen? Hát én szerintem, ha egy liberális politikust leforgatnak egy swinger klubban, ahogy éppen 4-esével tömi a csajokat, vagy egy nem tényleg egy prostikkal hentereg, ahhoz a világon senkinek semmi köze nincsen. És minden úgy van, ahogy a meghirdetett elvek szerint kell lennie. Hiszen egy liberális politikusról van szó. De amikor egy ilyen konzervatív politikus meghirdeti a keresztény kurzust, és ezek után látjuk kokainozni a prostik seggéről, akkor hát azt érezzük, hogy itt a meghirdetett elvek, meg a megvalósuló gyakorlat között tátong egy szakadék. És hát itt a probléma az én számomra leginkább ezzel van. Volt ilyen prostiseges fotó is, mert azt akkor én nem láttam még, és csak hogy majd megadod az elérhetőséget. Nekem egyébként sokkal inkább az a kérdés foglalkoztat, vagy engem az a kérdés foglalkoztat inkább, hogy a politikusoknak mi közük a mi magánéletünk közé, és ezzel a problémával sokkal gyakrabban szembesülök, mint hogy nekünk mi közünk a politikusok magánéletéhez. Én nem teljesen értek egyet a Robival. Úgy gondolom, hogy például swinger klubban lefotóznak egy, vagy lefilmeznek egy liberális politikust, avagy egy keresztény politikust, tehát mit tudom, az a kereszténységbe is belefér azért. Ószövetségi problémák, mindegy, meg lehet ezt magyarázni. Nekem az a olyan politikust én még nem láttam, aki például azt mondta, hogy az a szintű kizsákmányolása a testnek, hogy valakit tulajdonképpen kvázi majdnem, hogy gazdasági erőszakkal arra kényszerítenek, hogy ezzel a liberális keresztény vagy bármilyen politikussal nemi kapcsolatra lépjen, mert ugye azért ilyenkor kicsit gyanakodhatunk, hogy ez mégiscsak erről szól a történet. Az semmiféle ilyen politikai krédóba, meg hogy mondjam, ilyen fennen hirdetett politikusi erkölcsbe nem fér bele. Engem ez emberileg taszít, megmondom őszintén, és kevésbé egyébként az a nagyon botrányos, meg durva, meg mit tél, magyar Watergate, meg van itt most minden, kompromatok hegyei. De hát könyörgöm, hogyha valami ilyesmi így kiderül, akkor én azt látom, hogy ugye most így párban jönnek a dolgok. És akkor hirtelen azt látjuk, hogy egy liberális vagy ellenzéki politikus ugye prostituáltakhoz jár, tudom, titkos masszörnőkhöz. Aztán hirtelen azt látjuk, hogy egy fideszes ugyanezt csinálja a jachtklubban, vagy jachton, vagy mi az Isten csodája, és azt látom, hogy az emberek jelentős része azt szerint ítéli ezt meg, hogy most ez a hozzá közel álló politikus volt, vagy sem. Szóval én úgy gondolom, hogy
Vagy ütéljük el mind a kettőt, és mondjuk azt, hogy én speciál azt mondom, hogy nem vagyok egy prűd ember egyáltalán, csak egy, úgy mondom, nem prüdéri azt mondani, hogy a prostitúció az egy durva dolog, és tényleg felvállalhatatlan. Tehát vagy ítéljük el mind a kettőt, vagy mondjuk mind a kettőre azt, hogy oké, semmi közünk hozzá, bocsánatos bűn. Ami engem zavar az, hogy az egyiket, teljesen mindegy melyiket ebből a szempontból elítéljük, és fel vagyunk háborodva mélységesen, a másikra meg azt mondjuk, hogy hát Istenem, milyen ügyes fiú, meg férfias, meg komoly. Szóval annyira nem, nincs elkoptató szöveg ennél, hogy kettős mérce, de engem ez zavar. Szekértáborok szerint ítéljük meg az erkölcsöt. Az a helyzet, hogy politika ide, vagy politika oda, az ember álszent, akkor szerintem az egy önminősítés. Tehát az álszentség az gáz. Csinálja politikus vagy nem politikus, egyébként pedig, hogyha mondjuk például politikussá avanzsál, akkor tök mindegy, hogy mikor történt, 30 éve, vagy 20 éve, vagy akárhány éve, legyen szíves azért valamiféle szinkron teremteni a mondandója, a viselkedése között. Én azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk mit tudom én, a Wittinghoff most nemi életet élt, hát igen, azért jellemzően igyekszünk. Sőt, egy kicsit, amikor elmúlik az idő, akkor már kezd nehézé válni, és az ember büszke lenne, ha tudna. Igen. Úgyhogy az a helyzet, hogy nehéz vitatkoznom, és nem is akarok, se a Robival, se a Péterrel, mert egyrészt ez van. Tehát azt gondolom, hogy azért egy ember, vagy az ember önmagában valamit nem azért tesz, vagy nem tesz meg, mert hogy fogja megítélni a közvélemény, hanem azért, mert vallanak bizonyos dolgok, amiket vagy megteszek, vagy nem. És mit tudom én? Tehát az, amit mondtál. Tehát, ezt ismételd meg még egyszer. A Péter azt mondta, hogy azért a szexuális kizsákmányolás az gáz. És nem attól gáz, hogy most lebukok, vagy nem bukok le. Hanem azért meg gáz. Emberileg, erkölcsileg elfogadhatatlan és elviselhetetlen. Ez az egyik dolog, és akkor aztán befejezem. A másik meg, ha tényleg, amit a Robi mondott, hát komolyan, az Isten áldja meg őket, keresztény, konzervatív, és mindenféle izéket mondanak, és nincs olyan szegmense az életüknek, amivel ezt ne hazudtolnák meg, és nem teszi föl senki azt a kérdést. És akkor csak annyit szeretnénk mondani őszintő szóval, hogy persze azt kapjuk, amit megérdemlünk. Tehát ezek az emberek úgy gondolják, hogy ez megengedhető. Valamiért, valami különleges ok miatt, hát itt van ez a kispesti csávó. 24 óra óta nem mernek szólni egy szót se a szocik. A pasi az, akit látok a plakáton, azt csinálja, amit csinál, és akkor most megbántok mindenkit, aki itt van. Mi meg megszavazzuk. Jó, konkrétan nyilván egyikőtök se. Azt kaptuk, amit megérdemlünk. Ezek az emberek azok, akiknek hisznek itt ebben az országban. Hát ennyi. Ha hiszünk nekik, megszavazzuk, ők meg olyanok, amit várnak tőlük. És ezt várnak tőlük, ezek szerint. Engem az döbbentett meg egyébként, hogy valahogy itt beszélgettem Facebookon erről a témáról, most konkrétan a Wittinghoffról, és valaki írta, hogy ez most nem lenne időszerű. Tehát, hogy ezt a témát, oké, ez probléma szerinte is gáz, de ezt majd a választások utánra halasszuk, majd beszéljük meg akkor, amikor már ugye az egésznek semmiféle értelme nincsen, túl vagyunk rajta, most ezt hagyjuk. És ez a fajta hozzáállás, ami engem rettenetesen zavar. Egyébként pedig az a véleményem, hogy egy másik hozzáfűzés ez volt, hogy hát igen, lehet, hogy erkölcsileg azért nem egy fárosz az illető, de mindenképpen nagyon jó városvezető. Én ezt kétségtelenül elhiszem, hogy egy remek városvezetőről van szó, de hogyha valaki mondjuk azért nem vesz észre egy ilyen szintű kompromatot, tehát vagy ugye elhiszi azt a történetet, hogy ő tulajdonképpen a szépségért, most nem akarom mondani ezt a pénzt, mint önmagáért szerették ebben az esetben, ami azért ilyenkor az ember elkezd gyanakodni, hogy valami van, és belemegy egy ilyen csímbe, zsarolhatóvá teszi magát ilyen szinten, biztos, hogy még jó városvezető, de
politikailag azt kell, hogy mondjam, hogy hát nagyon jó feltételezem, akkor naív. És ilyen szintű naivítás, úgy gondolom, egy politikusnál már elég erősen problematikus. Most igazából én erről a fideszes kreténről nem szeretnék beszélni, aki ott tényleg teli be a jakton, mert ez már annyira ilyen abszurd az egész történet, és annyira keresztény egyébként úgy, ahogy ők a kereszténységet képzelik. Szóval azért ne mondjuk azt, hogy az ő kereszténységükben ez nem illik bele, beleillik. Én mindenkit röptém, ami habzsolt, fogd, vidd, ez az ő kereszténységük, ennyi. Ezt a szexuális kizsákmányolás dolgot, ezt én nem, bevallom, hogy nem teljesen értem. Tehát ha kényszerítés nem történik, abban az esetben mégiscsak arról van szó, hogy az a lány az ott egy felnőtt ember, akinek hát akárhogy is joga van rendelkezni a testével. Tehát nem kéne elvitatnunk a jogát ahhoz, hogy ő mondjuk dönthessen úgy, hogy adott esetben a testéből fog élni, és ezekből a szexuális szolgáltatásokból, amiket ő nyújt, fog élni, és nem pedig megy el a cérnagyárba dolgozni 12-szer annyit, 6-od annyi pénzért. Én azt gondolom, hogy ezt a döntést ezt egy felnőtt állampolgár meghozhatja. És egy ilyen szituációban ne beszéljünk már a szexuális kizsákmányolásáról, mert könyörgöm, ő egy felnőtt ember, akinek joga van a saját testét vel azt tenni, amit ő akar. És ne akarjuk már mi megmondani neki, hogy ő neki miből kelljen élni. Mert elnézést, de ez mindenkinek a joga. Mi nem jó? Ez az irány szerintem. De miért nem jó? Egész este erről fogunk vitatkozni. Műsorvezetőként is. Én értem, hogy... Nem, pont a Paprika Kingának a székében ülök egy és ezért egy... Volt egy ilyen valamim, jött egy ilyen sugallat, hogy szerintem nem jó irányba mész. Hát azért viszonylag kevés öntudatos, büszke prostituáltról hallottam. Tehát, hogy akik így, igen, én eldöntöm, és hanem azért ott elég csúnya történetek szoktak. De ez egy olyan szituáció, de várjál, akkor abban az esetben, a csúnya történetekben, amiket ismersz, ott az a konkrétan az a strici, aki kényszeríti azt a prostituáltat, ott beszélhetünk, hogyha tényleg kényszerítésről van szó, szexuális kizsákmányolásról. De hogyha egy csaj a saját profilját fölrakja egy ilyen oldalra, és ő a maga részéről ebből akar élni, már pedig tudjuk, hogy ilyen is van, akkor azért ennek a... Ő kínál egy szolgáltatást, és ezzel a szolgáltatással egy másik állampolgár él, és itt van két ember ebben a játszmában, és mind a kettőnek a szándéka szerint zajlik ez a dolog, és mind a kettő elégedett a történetnek a végén, az egyikük a pénzével, a másikuk az élményével. Én értem, hogy bizonyos embereknek ehhez nem fűlik a gusztusuk. Vagy bizonyos emberek azt mondják, hogy hát én nem szeretnék így élni. Én ezt tökéletesen megértem, csak ne tiltsuk már meg embereknek, akik könyörgöm, felnőtt emberek rendelkeznek a saját életükkel, a saját sorsukkal, a saját testükkel. De Robi, hova lesz a felelősség? Hát most pont azt a liberális krédót adod elő, egyébként, ami ebbe belefér. Ez egy adásvétel, csak hát ezzel az adásvétellel az a probléma, hogy azért itt általában egy társadalmi, ha más nem egy anyagi kényszer van. Jó, ez minden adásvételre igaz egyébként. Várjál, hadd mondjam végig. Nekem egy lehet, hogy egy kicsit ilyen elszállt példa jut az eszembe. Mindenkinek joga van, mondjuk, ha Indiában élsz, és ezért kurvára pénzre van szükséged, jogod van eladni a fél vesédet, és akkor jön egy, jogod van, a te tested, a te vesét eladod, megkapod érte az egészen méretes mennyiségű pénzt, és akkor mit iskolászadod a gyereket, vagy építesz házat belőle, vagy hasonló. De azért, hogyha mondjuk egy politikusról például kiderül, hogy belement egy ilyen gymbe, és vigan él azzal a vesével, pedig lehet, hogy szüksége volt rá, mert egy vesére lehet jobban szüksége van, nem, szexre is szüksége van az embernek, csak hát mondjuk, hogy mondjam, ha az ember nem tud másként szexet szerezni, mint pénzzel, akkor még mindig ott van a kis keze. Ha nincsen kezese, akkor már egy nehezebb probléma, akkor úgy gondolom, hogy ez olyan ritka eset, hogy egy késztelen politikus, ugye, szexuális, hogy mondjam, szükségletei. Tiszta kezű késztelen egy abszolút politikus. Tiszta kezű, egy üvegzsebébe nyúl.
Jó, szóval nem akarom. Én úgy gondolom, hogy én ebben nem értünk egyet, és tényleg eltér az, amit gondolunk, azt hiszem, a prostitúcióról, erről az egész kényszerítésről. Én egyébként a skandináv szabályozás híve vagyok ebben, hogy a prostituáltat nem büntetik, viszont a futtatót és a kuncsaftot adott esetben büntethetik, mert hogy ez egy olyan társadalmi szituáció, zseniális. Tehát a prosti kiáll a sarokra ilyen rövid szoknyában, ekkora dekoltással, és azt mondja, hogy szép fiú, szeretnél velem egy órát hetyegni? És akkor a szép fiú azt mondja, hogy igazából színjátszó köröm volna, de azt érzem, hogy kiugrik a szívem a helyéről, hát jó, akkor menjünk, és akkor itt betoppan a szituációba a svéd törvényességet képviselő rendőr, és azt mondja, hogy na te gazember, majdnem szexuálisan kizsákmányoltad ezt a szerencsétlen szűzlányt, aki hát ugye ebből akart élni, de hát... Utólag. És várjál, és elviszük, a hősünket elviszük a sitre, a csajt meg ott hagyjuk, hogy kezét csókolom, tessék csak maradni egész nyugodtan. Hát itt az utca sarkon az ön joga... Nem történt meg még az aktus, ezen kívül egyébként valóban ritka, tényleg nem menjünk szerintem ebbe bele, valóban ritka az, hogy mondjuk önmagába dolgozik a prostituált, itt a futtatón, a hálózatok szervez, tulajdonképpen az üzletág cápáin, és nem a kizsákmányolt, tulajdonképpen az üzletág cápáin, a kizsákmányolt proletáriain van a hangsúly. Viszont, de ugye, itt már egyetértünk. Várja. Tehát tényleg az a lényeg az egészben, hogyha ugye nincs fogyasztás, akkor az egész üzletág válik értelmetlenné. A drogprevencióval ez már nem annyira biztos, hogy egyértelmű. A drogprevenció már más, mert valóban mindenki saját maga csinál valamit a testével. A drogprevenció most onnan jön be, hogy kokain csíkokat, én úgy gondolom, engem momentán nem érdekel, hogyha egy kokain tömköd az orrába, egy képviselő vagy egy politikus, mert leszarom, nem az én dolgom. Hogyha bekokainozva is elirányítja a várost, a Tarlós István úgy néz ki, mint állna bele bekokainozva, üvöltözik vörös fejjel folyamatosan, tehát így ő elvezeti így ezt a várost. Oké, ehhez én tényleg úgy gondolom, hogy nincs közöm. Abba az ugyanis egy személyes történet. És hogyha Svédországban az lenne a szabályozás, hogy a drogdíler az áruljon nyugodtan kokaint az utcasarkon, de aki oda megy vásárolni tőle, azt vigye el a rendőr. De a dílert nem. Várjál. De a dílert hagyja ott, hát ez... Értem, kivéve, ha a dílernek van egy nagyobb dílere, aki őt kényszeríti arra, hogy az utcán kokaint áruljon. Ez már egy érdekes kérdés, hogy 15 éves egy kisgyereket rávesznek azok a nagy dílerek arra, hogy terítse a kokaint. Igen, én úgy gondolom, hogy nem elsődlegesen ő a büntetendő ebben a történetben. De jó, figyelj, tényleg ott kell hagyni. Robi, szerintem legyen az, hogy a svéd díler elmegy egy prostihoz. Bocsika! Sanyinak születésnapja van, és már kurva ideges. Jó, ez egy másik álláspont. Egyetlen ér van. Az a helyzet, hogy a vita ezen részében nem tudok részt venni. Azért nem tudok részt venni, mert egyrészt az valamilyen szinten el kell dönteni, hogy ez a magánszféra, vagy a közszféra. Arról nem beszélve, hogy arról szó sem volt, hogy bármit be akarnánk tiltani. Nem vagyunk abban a helyzetben, tehát én itt ülök, be tudok én bármit tiltani? Te például mit tudsz betiltani, vagy Robi, te be tudsz valamit tiltani? Nem. Én annyira szeretném. Amikor... Csomó mindent. De... Robi 13-a után. Tehát innentől kezdve... Ugye a kérdés, amiről beszélhetünk, az mindannyiunk esetében kizárólag a saját személyes morális válaszunk, illetőleg az a kérdés, hogy mondjuk, hogy tudunk gondolni egy politikusra, aki, mit tudom én, más hirdet, mint amit csinál, sőt, profán és, nagyon durva módon más csinál, ahhoz képest, mint amivel minket kábít. Szerintem ez a kérdés, az, hogy mi legyen a prostitúcióval, ezen azért majd persze érdemes lesz beszélni, szerintem nagyon fontos kérdés nyilvánvalóan, de ahol nem tudok mit hozzászólni, jelen állás szerint még nincs álláspontom, azzal együtt egyébként, hogy az ember a személyes életében mindig el tudja dönteni, hogy mit csinál, vagy mit nem csinál. Engem például csak közbevetőleg mindig zavart minden olyan kísértés, ami arról szólt, hogy a státuszommal, vagy velem. És hát ez egy dilemma. Nem tudom a lányoknál dilemma-e, mert nem voltam még lány, és már nem is leszek, de hogy a pasiknál dilemma-e, szerintem azért az egy dilemma. Na, de ezt tegyük félre. Úgyhogy csak azt akartam mondani, hogy ebben a szituációban a dolognak szerintem az a baja, hogy minden olyan kérdés meg vita,
ami persze nagyon fontos, és egy társadalom esetében folyamatosan kérdés lehet, meg a kapcsolatok esetében is, meg egyáltalán hogy viselkedjünk, az most egyszer csak olyan baromi fontos lesz két héttel a választások előtt, hogy ki kivel kefél, vagy nem. És innentől kezdve látszik, hogy ez mérhetetlenül aljas minden olyan részvevő részéről, aki ebben, mint aktor, mint hírcsináló részt vesz. Hát eddig is tudtuk, hogy most tényleg nem akarok még egyszer visszatérni, hogy a Vitikov is valószínűleg kefél. Hát meg jó. De az, hogy ezek a történetek így alakulnak két héttel a választások előtt, és egyébként már, bocsánat, jó, ebben azért persze, pedig én már láttam sok mindent, de azért ez, hogy így beszélnek rólunk, és most nem kampányolok, tényleg beszélgetünk, nem? Mi azért csináljuk ezt a műsort, nem? Miért? Szóval az, hogy vannak hogy például azért, hogy mondjuk ez a kérdés felvető. Jó, hát a hiszt is. Megint könyve fog írni. Igen. Jó. Pista. Hívjunk fel. Ez hiányzott. Vezetni. Szóval például az, hogy így gondolok, máshol, de még egyszer megerősítem, azért már sok mindent láttam, de ez, hogy így beszéljek, nekem emberek rólunk, ez a kispesti csávó, ez rémes. És nyilván nem egyedül van. És az nem úgy van, a Robi szokta mondani, hogy le kell cserélni az ellenzéket, tehát mondjuk azért sokat nem tesz azért, hogy az ellenzék le legyen cserélve, de ez megint lehet egy vitakérdés. Jó, de nagyon fontos, hogy megtett. Én azért igyekszem. Jó, de ebben volt provokáció, nyilvánvalóan. De tényleg, emberek, hát minek néznek bennünket? Hát minek? A kurva életbe. Minek? Kinek? Mi kinek néznek bennünket? Hogy lehet így rólunk beszélni? A rohadt életben. És ez a pasi az. És mondjuk az, hogy egy 30 percen belül, vagy 10 másodpercen belül nem rúgták ki, hogy zúgva szálljon, mint a győzelmi zászló. Az tényleg a mindennek az alja. Azzal együtt egyébként, hogy nehogy félreértés legyen, most, és ez egy másik kérdés, és majd erről lehet beszélni, és ez egy másik vita kérdés. Ezzel együtt szerintem, jó, bassza meg, hát nem egy kampánygyűlésre jöttünk, most nem azt mondom, hogy ne a Robira szavazzanak, de a Karácsonyra. Hát minden, le kell vezetni. Jó. Ja. 30 év, még mielőtt 30 reagálna. Év az 30 mielőtt év. Mielőtt reagálna, várjál, Robi. Egyébként ezt te nem is tudod, hogy amikor ott voltam a te kampány eseményeden most csütörtökön, és utána odajött a stábodból egy ember, hogy csináljunk egy rövid videót, és mondjam el, hogy miért ajánlom Robit. És mondtam, hogy inkább én azt mondanám, hogy kinek ajánlom, mert hogy... Tehát csak, hogy folytassuk ezt a jó kis izét, mert azt szerintem az fontosabb, hogy na mindegy, szerintem na mindegy, jó volt. Én voltam a kampány eseményen, akkor nekem ezt megspóroltak, mert olyan kínos lett volna, amit elmondtam tisztel, hogy alapvetően én... Mindenkinek azt ajánlom, hogy ne szavazzanak, még azért a Robit bírom a legjobban ebből az egészből. Ideje megdicsérni a stábot, hogy milyen jó kis vendégeket hív a kampányeseményekre. Na, ide azt írtam... Abból főzünk, amink van. Hát. Szóval ide azt írtam, hogy önreklám, de ez nem önreklám, csak azt hadd meséljem el, hogy én tegnap, amikor megláttam ezt a Borka is hírfolyamat, akkor hírfolyam tényleg. Szóval, hogy akkor én így... ledermettem, mert ugye én írtam egy könyvet, és abban, most ez egy kis spoiler. Ez volt az önreklám? Igen, van egy olyan jelenet, ahol egy... A Pista írt egy könyvet. Tessék meg benne. Tehát van egy olyan jelenet, ahol egy luxus jakton egy fideszes politikus prostituáltakkal mulatja az időt, meg van egy olyan... Látnok! Meg van egy olyan... Van egy olyan jelenet is, hogy a spoiler 2, hogy a ellenzéki képviselőket megszivatják a közmédia épületében, és hülyét csinálnak belőlük, és ez most már két olyan jelenet, ami a könyv megjelenése óta jön szembe, és egy kicsit megijedtem, mert szerintem most már azt fogják gondolni, hogy én tényleg mindent tudok, úgyhogy innen üzenem a NER-nek, hogy ez egy regény, könyörgöm, értsétek meg, ez egy regény. Na! Felejtsük el Finkelsteint, íme a szürke eminenciás. Ja, igen. Hát, szóval, Robi. Mi, hogy is fogalmazott konkrétan ez a kispesti polgármester jelölt? Hogy aki egy év alatt... Képviselőjelölt. Aki egy év alatt nem csinálja meg a 100 milliót, az hülye.
Egy igazi szocialista. Nem? A kisnyugdíjasok bérből, fizetésből élők jelöltje. Nem? Hát ez pont olyan, mint amikor egy ilyen keresztény a bérmálkozás után fél órával kokain cippant, nem? Tehát ez ugyanaz a szituáció. Hogy mert így, tudod, így beszél egy ilyen liberál soviniszta, és az ember azt mondja, hogy na hát igen, ezt vártuk tőle. Hát jön a tőzsdéről, megy a kurváihoz, hát ezt így kell. De könyörgöm, hát ez a szoci, ez hogyan? És megy a sírás-rívás a forrás hiányról. Hogy az ellenzék az forráshiányos. Hát nincsenek források. Hát ezért kell rájuk szavazni, hogy forrásokhoz jussanak. Csak amikor éppen azt hiszik, hogy nem figyel rájuk senki, vagy amikor éppen hát így kicsit elszállnak a kokainnal, és tényleg azt érzik, hogy ki a faszom a király, akkor így elhangzik az, hogy hát ők 100 milliókat tesznek el évente. 100 milliókat a közösből. És közben megsiránkoznak a forrás hiány miatt. Vannak itt források, nem kéne ellopni azokat a forrásokat. Az érdekes, hogy ezek a politikusok, amikor közpénzzel bánnak, akkor mindig azt figyeljük meg, hogy nem jól kezelik. Az állam, ilyenkor ők is így megfogalmazzák, hogy az állam nem jó gazda. Én csak azt nem értem, hogy ilyenkor miért nem takarodnak el a piacra dolgozni. Tehát miért nem dolgoznak akkor, mit keresnek az állami szektorban, ha az állam szerintük rossz gazda? 100 milliót év. 100 milliót. Rossz gazda az állam. De érdekes módon, amikor megfigyeljük, hogy amikor a saját pénzüket kezelik, az sokkal jobban megy. Hát értenek ezek a pénzhez, hanem a közpénzről van szó. A közpénz az folyamatosan fogy a kezük alatt, a saját magánvagyonuk az meg folyamatosan nő. Hát úgy tűnik, hogy tudnak ők a pénzzel bánni, csak a miénkkel nem akarnak. Igazából én mindig jól szórakozom azon, amikor tényleg jönnek a politikusok. Tök ilyen szempontból mindegy, a kormány, ellenzék, bármi, vagy szinte bármi. És így folyamatosan igen, erről mi a kis emberek. Egyszer nagyon rövid, anekdotikus esemény. Még akkor viszonylag friss volt a Fidesz, amikor én valamilyen, hát 1992-ben lehetett egy ilyen alternatív találkozón voltam, ahol megjelent Fodor Gábor is, akkor még fideszes, és ott ült szembe velünk, mi most így, és én ott ültem, ahol ők, és így azt mondta, hogy mert mi mind ugyanolyan cipőben, ugyanabban a cipőben járunk, és akkor tényleg ránéztem a Fodor Gábor cipőjére, és hát abból a cipőből én konkrétan nem is a mérete, de hát az ilyen kézzel varrót, nem tudom, szuper cipő volt, abban valószínűleg egy hónapig én ebédeltem volna abból a cipőárból, és amikor ezek jönnek, és tényleg megnézem, hogy egyetek, milyen autók parkolnak a parlament előtt, lehet, hogy ez demagógia, de én akkor demagóg vagyok, én egyébként szeretem a közpénztögöltéseket, meg a stadionokat átszámolni lélegeztetőgépre, mert szerintem az se demagógia, hanem egyszerűen csak józan ész. Tehát ugye az teljesen úgy van, ahogy a Robi mondja, de ez annyira, bár te sem mondtad, hogy ez politika függő, én igazából mindig azon döbbenek meg, hogy mennyire esetlegesek ezek a politikai besorolások, hogy amit dobott a hatalmi gép. Szoci vagyok. Jó, akkor majd azokat mondom, azokat a néhány szlogenre építem föl ugyanazt a mondani valót, mint hogy a kereszténységre építeném. Most ezek nem szocialisták, azok nem keresztények, viszont mindannyian egyformán politikusok. Amikor azt mondják, hogy fizessenek a gazdagok, és óriás de nem ők fizetnek. Uszítanak társadalmi osztályok ellen, és dagályosan szónokolnak a társadalmi egyenlőségről. Tudod, meg a munkásosztályról. Miközben a 100 milliókat teszik el évente, és úgy az a lenézés a tömegek felé, miközben nyilvánosan így előadják, hogy hát itt a 130 ezer forintból, meg a 100 ezer forintból élő embereknek a mindennapos gondjai, küszködése, és aztán meg előadja, hogy aki nem csinálja meg a 100 milliót egy évben, az hülye. Hát, bocsika, még egyet mondott. Azt is mondta, hogy könnyű elkölteni. Nem is tudod elképzelni. Milyen jól el tudja képzelni, hogy milyen könnyű lehet elkölteni egy hónapban 130 ezer forintot. Ugye? Amikor ő megtapasztalta, hogy milyen könnyen ficcen el 100 millió. Tehát nyilvánvaló, hogy mekkora beleérzés lehet az ő számára ez, hogy beleképzelni azt, hogy hopp, még egy Túró Rudi, és már el is fogyott. Jó, hát ott volt ez a Fideszes, már nem emlékszem a nevére, akit a Tótavé segédhernyónak hívott, és azért beperelt, ez szerintem aranyos volt az a segédhernyó, aki azt mondta, hogy meg lehet élni havi 36 ezerből. Zsigabotond, ez az.
Köszönöm. Köszönöm, most valaki miért engem be fog perelni. Zsiga Marce, Béla, minden. Mindent összevetve, tehát ezzel, mert ugye azért beszélgetünk, bár ez bizonyos értelemben egy oldalú, bár lesz a végén olyan, amikor lesz a önök, ti és köztünk valami beszélgetés. Azt a múltkor is kívánok. Na mindegy, majd kiderül, de azért azt szeretném hozzátenni, és nem azoknak szól nyilván, akik itt vannak, hogy ez azért van, mert lehet. Mert vissza van igazolva. Mert hogy nem veszi a választópolgár senkinek egyike se jószerivel, hogy vegyen fáradtságot annak, hogy belenézzen, utána nézzen. Nyilván a megismerés az nagyon korlátos. És nem tudunk, ha úgy tetszik, a legszemélyesebb viszonyainkba se igazából megismerni egymást. De én azt gondolom, hogy kevesebb lenne az esélye annak, hogy ilyen alkok, akik egyrészt így gondolnak a közpénzéről, már hogy egyébként aki nem tudja megkeresni egy év alatt a 100 milliót, az hülye. Illetőleg aki azt is mondja egyébként, hogy ó, hát Istenem, olyan könnyen el lehet azt költeni, és elfogy. No szóval ma, már bocsánat, ennyi szubjektív megjegyzést, hogy nyilván nagyon kevesen vannak, akik így korban benne vannak. Ugye van egy érdekes dolog ugye a 65 év környékén, hogy nincs horizont. Pontosabban van, ki van jelölve. Ugye a Robi volt olyan kedves, hogy elmondta a Tarlósról, hogy vélhetőleg már nem él akkor, amikor. Én elmondom, hogy ez egy ilyen nagyon sajátos sok. Amikor az ember egyszer csak rájön arra, eljön az a pillanat, amikor más lesz, mint eddig volt. Mert azért eddig mindig volt idő, hogy majd lesz valami, és majd látni fogom, meg túléljük. De ez most nem így van. Na csak azt akartam kinyomni végül is, hogy azért az, hogy azt egyszerűen elrendezni, hogy és akkor vannak a politikusok, meg vagyunk mink, és ők ezek olyanok, amilyenek, de attól olyanok, amilyenek, hogy hagyjuk őket, azok lesznek a politikusok. Politikusok. Tehát én szerintem az egyik legnagyobb tévedés ez a fajta kétosztatúság. A politikusokat nem olyan jó Isten, különösképpen nem, de még csak nem is a sátán küldte ránk. Azért vannak, és azért olyanok, mert hagyjuk, és így van a kiválasztódás. Ennek a tébolyult kampánynak egyébként egyetlen olyan elemben... Miért rám nézel a tébolyult kampány? Nem, mert az a baj, hogy rá kell néznem a konokra, mert időnként azt vagyok kénytelen gondolni, hogy előbb-utóbb anarchista leszek. Tehát mire elmegyek Oszlóba, addigra annyira okos leszek, hogy anarchista leszek. 65 felé elkezdte foglalkoztatni a gondolat. Na jó, csak azt akartam kinyögni, hogy legalább annyi van. Most ennyi előnye ennek a tényleg nagyon vicces, meg horrorisztikus néhány hétnek, amit most átélünk, hogy csak nem tudom persze, hogy Magyarországon így van-e, hogy legalább ezek a trutymó alakok eltűnnek. Tehát valaki annak idején azt mondta, most nem tudom ide idézni, hogy a demokrácia nem attól van, hogy a legjobbakat választja ki, hogy legalább a hulladékot kiszűri. Most nem tudom, hogy ez így van-e. De jó lenne, ha így lenne. És ennyi előnye talán ennek a patkánypat. Tényleg nem tudok mit mondani. Rémes, nézhetetlen, elviselhetetlen, ami itten kampány címén zajlik. Egyébként abban az értelemben optimista vagyok, hogy látható módon, és akkor befejeztem, hogy a hatalom az összes eszközének a birtokával ilyen aljas kampányt még nem csinált. Hát most arról nem beszélve, ami szintén hozzátartozik a dologhoz, hogy mondjuk ilyen szempontból persze az ellenzék se. Most kényelmetlen helyzetben vagyok, ez hülyeség, nem vagyok kényelmetlen helyzetben, de most azért az embernek az mégiscsak egy dilemma, hogy a hatalom úgy kampányol, ahogy kampányol, és azzal együtt, hogy a karácsonyra fogok szavazni, amit művelnek a Robival, hát az botrány. Az botrány. Erre fogok szavazni, hogy ezek olyanok legyenek, mint az Orbán? Na, még nem annyira jó, így pont ezt akartam mondani, hogy itt igen. Ennél jobb átvezetőt nem is lehet neki találni, de azért mégis megpróbálunk. Nem fogok itt letérdelni, nehogy félrejtés legyen, nem fogok itt letérdelni, nincs Sanyi, miért, nincs okom. Menjünk át a Puzsérra úgy. Ja, bocsiska, jó van. Jó, a műsorvezető meghallgatja a vitatkozókat. De nem fogok itt letérdelni. Nem, teljes tévedés. Jó, dehogy. Jó, szeretnél beszélni, mi? Igen. Hát nem fogsz. Tehát, na, érted, Robi, amit mondok.
Elmondtad, hogy miért szarok a politikusok, elmondtad, hogy tulajdonképpen mit tehetünk róluk, és közölted, hogy a karácsonyra kell szavazni. Igen, na ez az, senki nem mondja semmit. Jó. Szóval, ugye ezen a bizonyos rendezvényen, ahol jól jártál velem, Robi, ugye akkor én ott megkérdeztem tőled, és most megkérdezem itt egy kicsit nagyobb nyilvánosság előtt is, hogy ha már politika meg te, hogy mennyire volt szerinted politikailag okos gondolat az, hogy te a kampány finishben a Mandiner plakát arca lettél? Nézd, én ebben a kampányban, amikor visszatértem erről a nyári szünetről, én azt megfogadtam, mint egy ilyen dogmát, hogy ahova hívnak, el fogok menni. Tehát egy kampány arról szól, hogy a jelölt az éljen minden nyilvánosságnak a lehetőségével, meg egyébként is ezt csinálom 15 éve. Mindenhova elmegyek, ahova hívnak. És azt gondolom, hogy pont ezt a szektás, polgárháborús működést kéne fölmondani. Hogy ne az minősítse már az én személyemet, hogy a fejemtől kicsit jobbra fönt milyen logó van, hanem minősítse azt, hogy én mit mondok a számmal. Mit mondok? Én magamat képviselem, a saját véleményemet. Ha tőlem interjút kér az index.hu, a 444.hu, én adok nekik interjút. Ha tőlem interjút kér a Mandiner, a Pesti srácok, az ATV, én interjút adok nekik. És kész. Miért kéne azt mondani, hogy piszkos fasiszták nektek nem adok. De most, én azért felelek, amit én elmondok. Én adtam nekik interjút, utána ők megkérdezték, hogy eljövök-e fotózásra, hogy fotókat készítsenek rólam a számba. Mondtam, hogy jó, persze, együttműködöm. Kérdeztem, hogy hát címlapot akarnak? Hát mondták, hogy igen. Mondtam, hogy hát én nem bánnám, hogyha nem izé raknának fel a címlapra. Mondták, hogy nehogy azt higgyem, hogy én mondom meg, hogy a Mandinernek mi lesz a címlapján. Itt kellett volna gyanút fogni, hogy valami... Igen, de akkor mit mondok? Akkor mondjam azt nekik, hogy jól van, gyerekek, akkor keresetek az interneten valamit, amit nagy felbontásban találtok rólam, és rakjátok fel azt a címlapra. És akkor az jobb lett volna? Hát most... Úristen, egy újságnak ott vagyok a címlapján, mert interjú van benne velem. Ezt a választópolgárok nem tudják így megérteni, vagy így szétválogatni, hogy ez most egy jobboldali újság, a rajta lévő puzsérfej, akkor az tehát nyilván Fidesz ügynök. Tehát ennyit nem nézünk ki az emberekből, hogy megértsék, hogy hát itt csináltak egy interjút ezzel a puzsérral, vagy akkor soros ügynök vagyok, mert a 444-en is volt velem interjú. Vagy akkor most mi van? Tehát, hogy akkor az volt a hiba? Vagy ez a hiba? Szerintem nem. Szerintem el kell menni mindenhova, ahonnan hívnak, és el kell kezdeni ezeket a lövészárkokat, ezeket betemetni. Nem azt mondani, hogy én ehhez a törzshöz tartozom, meg azt is értsd, hogy én nem tartozom egyik kurzushoz sem. Nekem ugyanannyi okom volna nem elmenni a 444-nek interjút adni, vagy az ATV-be interjút adni, mint a Pesti srácokhoz, vagy a Mandinerhez. És én megmondom, hogy vannak bizonyos időszakok, amikor nem nagyon akarok szerepelni, és akkor visszavonultabban működöm, és akkor mondjuk mindkettőnek nemet mondok, és van egy ilyen politikai kampány, amikor meg igent mondok mindegyiknek, mert az a nyilvánosság értékes, és igenis itt és most ez is egy felület, ahol elmondhatom, hogy mit kínálok Budapestnek, meg egyáltalán mit képviselek a politikai térben. Konkrétan azért tényleg gondoljunk, hogy ez egy másik üzemmód, tehát én teljesen értem, amit mondasz. Én, hogyha mit én felkérnének a Mandinerbe, vagy a nem tudom, a Pesti srácokba, nyilván elküldeném őket a francba. Na de én egy magánember vagyok. Meg hát el tudom mondani azt, amit úgy gondolok, hogy el akarok mondani, azt elmondom, ala akarom egyébként. Igen, annyira én se örülnék, az ATV-ben például évek óta direkt nem megyek, mert komoly gondjaim vannak vele, de hát nincs egy olyan politikai üzenetem, amit valamilyen szinten át akarok adni. Gusztustalan dolog a Mandiner. Én tényleg belenéztem most ebbe a nyomtatót, bár pont olyan röhelyes és kellemetlen sajtóipari melléktermék, mint amilyen egyébként az internetes volt. Na de kenyörgöm, azért lennék, hogy mi van az interjúban, most milyen alapon jön egyébként elképesztően képmutatóan szerintem Karácsony Gergely azzal, hogy az ellenség hirdető oszlopai lógó, puzsér fog engem majd demokráciából kitanítani, vagy valami hasonló maraság volt. Én egyébként úgy találkoztam vele, hogy négyen idézték, úgyhogy nem írták alá, hogy Karácsony Gergely, és néztem, hogy milyen érdekes, ezeknek a kommentelőknek tök egyforma véleményük van. Szóról szóra megegyezik a véleményük, aztán ugye megkerült az ősforrás. Szóval
Nem tudom, ugyanakkor meg tényleg lehet ezeket valamilyen módon szószékként is használni, speciál pont, amit a Puzsér csinált a köztévébe, bár azért nekem azért a legjobban azt tetszett, amit annak idején a két farkú nyilatkozott, ugye, akik végig kukorékolták a köztévés interjút, szerintem gyönyörű, tehát ellenük lehet fordítani ezeket a megszólalási helyeket. Engem egy kicsit hökkentett meg az interjúban egyébként ez a Konok Péter javára lemondanék, szóval még van 13 nap, úgyhogy 10 nap, úgyhogy még lehet, hogy bejelent. Már csak Karácsony Gergelyt kell rábeszélni. Én minden esetre komoly sztárok. Tudod, hát úgy van a dolog, hogy... Lehet, hogy szerinted 100 milliót egy év alatt keresni? Lehet, hogy a tanácsadód is, akkor megdumáljuk. Komoly sztárokkal vagyunk körülvéve. Egyrészt örülök, hogy ezt a DVD hozta szóba, de én, mert az ember mentálisan igyekszik magát azért mégiscsak pozitívan pozícionálni. De mindegy, de a Robi még fiatal, tanul. Nem arról van szó, Robikám, nem erre a kérdésre válaszoltál. Nem arról van szó, hogy kell-e a Bandinernek interjút adni, kell. Meg mindenkinek. A szerény életművemnek egyik alapja volt. Persze, az ember oda megy. De mondjuk az, hogy ez az ártatlan választópolgár, akinek egyébként egy csomó dolga van úgy különben, persze gondolkodhatna, de leginkább azt gondolja, amikor meglát téged, a Mahír, hogy hívják ki, én még azt se kell tudni, mikor bejön a városba, hogy ez a Mahíré volt, hogy ott van Robi, teljes arccal, és hogy a jó Isten, ugye jól idézem, a jó Isten se fog tudni engem arra rávenni. Hogy csak a karácsony... az Isten, hogy visszalépjek Karácsony javára. Úgy van. Na most, hát Robi, ez gáz. Tehát könyörgöm, ezt mondtam nekik, ezt emelték ki az interjúból, ezt rakták föl a címlapra. Hogyha, nem úgy az itt, hogy én mondom meg nekik, hogy mit írnak oda. Ha és amennyiben befejezhetem. Ez volt az interjú, tényleg? Csak az a helyzet, hogy mondjuk például aki politikusnak készült, tehát nehogy úgy gondoljuk, tényleg ezt szeretném azért elmondani, ezek a hétköznapi játszmák, nem politikai játszmák. A hétköznapokban, ha úgy tetszik, a családban is, meg az emberi viszonyokban is mindenki játszmázik. Az, hogy ez a mondat kiemelésre kerülhetett, az amiatt az óvatlanság volt, miatt volt, mert hát itt van még egy naív fiatalember, aki még nem látja, most megtanulta, remélem. Mert ugye azt ígérte, hogy folytatni fogja. Tehát például megtanulta, hogy 2 héttel vagy 3 héttel a választások előtt egy ilyen médiumban mondjuk akkor azt mondaná, hogy se a tarlós, se a Karácsony javára nem lépek vissza. Tehát például ez a tanulság, ez remélem majd legközelebb, amikor elő fog állni, akkor ezt már a rendelkezésére áll és megtanulja. Leginkább arra szeretném fölhívni a figyelmet újfent, hogy azt ígérted, hogy folytatni fogod, azt ígérted, arról nem beszélve, most tegnap láttam éppen visszamenőleg a 2 nappal ezelőtti ATV interjút, ahol azt hányta a szemére a Karácsonynak, hogy olyan ígéreteket tesz, amit nem tud betartani. Na most a Robikám egyébként önkormányzati többség nélkül sem tudod majd annak idején, tehát be kell szervezni az önkormányzati többséget. Tehát ahhoz az is kell majd annak idején, hogy legyenek képviselőid. Noktacú, a kampány előtt 2 hónappal nem megyek el szabadságra, most aztán tényleg még pofán is fogsz vágni, de ilyen nincs. Tehát vannak ilyen dolgok, amikkel az embernek kalkulálni kell, még akkor is, hogyha a legtisztább a szíve. A tiszta szív és a szándék az nem elegendő. Nem elegendő, meg kell tudni csinálni. Na, szóval azt akartam még egyszer hozzáfűzni. Robi, én komolyan mondom, amikor bejöttem a városba, és láttam ezt a plakátot, tökön szúrtam magam. De tényleg, Sanyi, ezért, Robi. Azért van némi sajtótapasztalatot. De azért tudták, ennek nyilván az azért gyalázat. De azért tudták, de nem, Robi, de tényleg nem. Hát, de Sanyi, nagyon jól tudod, hogy a szerkesztő dönti el egy interjúnak, hogy mi lesz a címe. Nem igen van abban senkinek. De ez azért a Baráti Indexen a Puzsér interjúnak sokkal durvább címe volt. Ez a Dugnékén Szamárral, meg Kecskével is, meg egyébként Karácsony Gergelyen. Akkor a következő szeretném, a legközelebbi kampány alkalmával, ha még megélem, akkor ingyen, minden interjú előtt, akkor légy szíves, tényleg nagyon szívesen, ingyen adok tanácsokat. Most nem erről van szó, az Isten áldjon meg, nem erről van szó, tudom, hát erről beszéltünk,
Hát persze, nagyon... hogy tudom. Hát ráadásul Magyarországon, nem tudom, hogy a nyugati sajtóban hogy van, a címet is természetesen, még ráadásul a szerzőnek sincs semmi köze hozzá. A Robi, aki a médiában él, de tényleg így van, hát tudod jól, hogy így van. Tehát ő meg aztán abszolút a médiában él, tehát tudja, hogy még a címet sem az adja, hanem a címszerkesztő, vagy mi a szarnak hívják, tök mindegy, aki egyébként arra jogosult, hogy címet adjon. No pláne, egy címoldal, egy címlap, hogy erre jöjjek be, erre jöjjek, most függetlenül attól, hát akkor mondta volna azt, hát nyilvánvalóan olyan mondatokat kell mondani, amit nem lehet kiragadni, vagy ilyen kontextusban nem lehet kiragadni. Igen, Sanyi, Robi, igen. Én nem akarom Robit védeni, de az képeleség. De ne szóljál már bele, Pista. Dehogy nem, dehogy de nem. Most műsorvezető vagy. Az milyen, Sándor, hogy én annyira sajnálom olyat mondani, amit nem lehet kiragadni, ez a... Traumát, amit átéltem. Ez még sokat fog gondolkodni, bocsánat. Megláttál engem a... Szörnyű trauma volt. ...hirdető oszlopain. Szörnyű trauma volt. Én értem, hogy ez szörnyű trauma volt a te számodra. Hát ezt mindenki osszon szorozzon, mielőtt szavaz. Hát itt a, tényleg a Karácsony Gergelynek is van egy elég komoly nerérintettsége, meg nekem is. Hát én például a Mahír hirdető oszlopain szerepelek, mert interjút adtam a Mandinernek. Beszéljünk az interjú. Ja, jó, akkor hagyjuk, hogy a Karácsony Gergelynek mi a nevén. Nem, legyen egy napi rend. A lényeg, hogy én ott voltam a Mahír plakátjain. Robi, beszéljünk a karácsonyról. Érjük be ezzel. Oké, beszéljünk a karácsonyról. Jó, a Karácsonynak meg, hát 5 évig vezette Zuglót Fidesz-MSZP nagy koalícióban. Jó. Ja, erre csak azt tudom kérdezni, most képzeljék el Robit, amikor főpolgármester lesz, és Fidesz-MSZP többség lesz az önkormányzatban. Nagyon érdekes lesz, nem? Tehát, én szeretném Én szeretném jelezni, hogy én mindenhova elmegyek, ahonnan hívnak. Hogyha ingyen teleplakátolják a fejemmel a várost, mivel hogy nekem nincsenek 100 millióim óriás plakátokra, mivel hogy az egész kampányom annyi pénzből gazdálkodik, amennyi Karácsony Gergelynek egy nagygyűlésén a hangosítása. Így aztán, hogyha a Mahír televarja a várost a fejemmel, nem fogom azt érezni, hogy jaj, csak a Sándor, amikor bejön a városba, meg ne lássa ezt. Leánykori neve Gábor Zsozsa. De ő nem is akart főpolgármester lenni. Én tehát csak ingyen mondok ilyen jó tanácsokat, hogy azért nem árt, hogyha az ember szövege szinkronban van a plakát képével. Az, hogy én sokkot kaptam, az nem azért van. Például úgy különben, hogyha Tarlossal lett volna meg, vagy bárki mással mondjuk tele ilyen értelme a város, akkor nem kaptam volna sokkot. Az a helyzet, hogy ez némiképpen, bár ez nyilvánvalóan nem látszik sok szempontból, mert szofisztikált gondolatot igényelne, én ezt a csábot nagyon bírom. És elvárom tőle, hogy ne csinálj hülyeséget. Nekem is mindig ezt mondod. De csak addig, ameddig nem lesz műsorvezető választás. Rögtön Hutgerire leszavaz. Szerettéged, de hiszt is vagy. Nem, egyébként tényleg, hogyha megnézzük azért azt a szitút, ahogy ezzel a város tele volt, én megértem az ilyen Sanyi megdöbbenését, mert valóban mindenhonnan én is ezt láttam, de tehát könyörgöm, tehát kampány van. Valóban mi a francból raktad volna ki a képedet. Amin én meglepődtem, amikor ott toltam a szekeredet, azt a kis azért elektromos rollert, amiről azért beszélgettünk a múltkor, én részt vettem egy kampány eseményen, és aztán engem, hogy mindenki hogy elküldött a francba, és akkor kezdtem egy kicsit átérezni, hogy milyen lehet az, hogyha az embernek mondjuk a kampánya az valóban annyiba kerül, mint egy karácsony hangosítás, és mégis azt mondja mindig, hogy ez a Puzsér hogy üvölt? Hát persze, hogy üvölt, hát nincsenek akkor a hangfalai, mint a Karácsony Gergelynek volt, viszont mellettünk ott árultak ilyen kis apró ilyen Puzsér emléktárgyakat, nagyon vicces volt, néztem, egy csomó ideig néztem, voltak ilyen fehér kis pupok rajta egy ilyen Puzsér fejjel, és néztem, hogy félmeltartó, hülyeséget, tényleg réteg műfaj, kipa. Nem valószínű. Végezem, rákérdeztem, és akkor mondta a srác, hogy ez ilyen pormaszk. És így elképzeltem magam, hogy az, hogy adná magát, hogy kérek egy ilyet a fellépésért. Cserélem, és hogy Puzsér fogja be a számot. Puzsér van a szám helyén. Puzsér az én nyelvem. Hogy azért ebből lehetett volna még egy svungot vinni, és akkor Sanyi se ilyet volna meg annyira. Én mindegyikötöknek a hangja akarok lenni, vágod.
Senki nem fogja elhinni, hogy nem kérdezte, vagy nem alágyaltam. Milyen cipőben járunk egy cipőben, azt nézzük meg. Nos. Azért olyan szépen. A cipőd az ilyen menő, nem? A mai rendezvénynek az egyik nagyon fontos elem, hogy ingyen adok jó tanácsokat. Tehát, ugye, Kodok is most elmondta, hogy milyen rettenetes dolog egy ilyen kampányesemény. Most volt egy ilyen, nem is tudom melyik internetes oldalon, előadták, hogy szegény Robit cseszgették a Újpesten. Az a helyzet, bár ő szerintem ezt azért jobban tudja és érzékeli. A Konok az úgy anarchista, hogy különben otthon, hogy... Négy fal közt, hogy, ugye? Hogy az a helyzet, hogy az embert szétszivatják egy ilyen nyilvános eseményen. Tehát ez nem, komolyan mondom, ez nem hír, ezt meg kell tanulni, ez benne van ebben. Oda mennek, és olyanokat mondanak az embernek, hogy arrukódul. Tehát pro és pro és kontra, és mindenféle színekben és színezetekben egyelőre, még időnként egyébként kormánypárti személyekkel is előfordul ez a dolog. Ez az egyik, amit akartam mondani, a másik pedig az, hogy ami ebből szerintem igazából nagy tanulság, hogy hogy lehet azt az evolúciós ugrást megcsinálni, hogy érdemben, és akkor megint mondok egy jó tanácsot a Robinak tegnap, vagy tegnap előtt, amikor az ATV-ben voltál, ugye még a Rónainak volt képe azon, hogy is mondjam, ironizálni, hogy nem a programról beszéltünk. Nagyon nehéz. Ugye az embert elhívják, ott van, és akkor a kérdező fölteszi a kérdéseket, és akkor mit csináljon? Elkezdjen egész másról beszélni, amit kérdezték? Miközben, ugye, aki látta ezt a tegnapi interjút is, és most nem ezt az interjú szituációt akarom, vannak dilemmák, amiket meg kell tanulni, és válaszokat kell ráadni. Hát képtelen volt a helyzet, amiben benne volt. Azt mondja a Rónai, hogy és akkor a Karácsony Gergely. És akkor mondja azt, hogy és egyébként úgy gondolom, hogy akkor belvárosnak ilyen meg olyan köréből kitiltom az autókat. Milyen párbeszéd ez? És ugye az van omnipotens helyzetben, aki kérdez. A televízió. A média. Úgy eszelősen nehéz ez az ügy különben. Nyilvánvalóan, ugye, de most megígérte, hogy majd a héten majd még bővenész, és akkor elmondhatod a programodat. Mikor? Most már nem tudom, hagyadik idő. Jó, hát azért a Robi nem piskoltat, tehát félreértés, nagyon, nagyon jó partner erre. De tényleg, ezek nagyon, és nem csak a Robi miatt mondom, majd hozom szóba, mert el kell azon gondolkodnunk, le kell váltani ezt a kurva hatalmat, tényleg ez így nem megy. Nem, ez nem lehet a hülyék országa mindörökké. Ebből baj van. Egy olyan országban egyébként, ahol ezek ilyen 100 milliókról beszélnek, úgy különben pedig, hát most ez lehet, hogy ilyen hülyén hangzana, amit szóba akarok hozni, ugye most olvastam ezt a tanulmányt, ahol is arról van szó, hogy a legelszegényedettebb Magyarországnak van a legtöbb gyereke. És a nyomorban, nem egyszerűen a nyomorban és a szegénységben vannak, hanem a mély szegénységben, a nyomor alatti szinten, ahol tudják, milyen a cigány hurka? Miből van az? Jó esetben? Krumpliból, petrezselyemből, valami fűszerből, mert nincs benne hús. Emberek százezrei Magyarországon nem tudnak húshoz hozzájutni, hogy egyenek. Őrült nagy a felelősségünk. Mindannyiunké. Bocsánat. Hát, Sándor, én értem, hogy nem vágom kívülről a nagykönyvet, amely nagykönyv alapján politizálni kell, amely nagykönyvet így újra meg újra, hát így újra meg újra számon kérnek rajtam. Én szeretném jelezni, hogy én ezt a könyvet le akarom váltani. Én jól figyelsz, hogyha észreveszed, hogy rosszul felelek belőle. Ki szeretném dobni. Tűzre akarom vetni. Új könyvet akarok írni. Új könyvet akarok írni arról, hogy hogyan kell politizálni. Hogy mit lehet és mit nem lehet. Mit engedhet meg magának egy jelölt és mit nem. Újra akarom írni ezt a kánont. Ezért, tehát lehet, hogy a régi tankönyv szerint rossz tanuló vagyok.
Az új szerint viszont meg hát én vagyok a szerző. Te, Robi! Azt jó napot! Egyébként az a, ezek, az a helyzet, az a helyzet, bocsáss meg. Sajnyi. Meg vagyok szólítva, nem, még ebben a szabad parlamentben is. Hát ez nagyon, nagyon diszkrét megszólítás volt. Szólíts meg szóval a fonokat, nem, tényleg, tényleg. Jobban meg tudom szólítani, nem biztos, hogy akarjuk. Igen, igen, igen. Te mindenkit meg tudsz szólítani. Hogy is volt ez? Na mindegy, szóval tényleg, én, és rólad szól ez is. Már ma minden rólad szól. Igen. Születésnapod van. Már látod a láthatárt ködösen, de... Na szóval tényleg, most hallottam tőled először ilyet, és azért hat rád ez a választási kampány határozottan érezhető. Most hallottam tőled először ilyet, hogy ezek, és az ezek alatt bizony egy ilyen, mint hogyha az egész politikai elitét így összefoglaltad volna, mert ugye ezek a 100 millióról beszélnek, de most az ezek már azok, akik eddig a mieink voltak, meg a mi oldalunk, mint hogy egy kicsit te is már kezdenél, igen, mondtad, hogy anarista lenni ott a lövészárok szélén, jó, lehet, hogy még csak otthon négy fal között, oké, viszont az izgalmas ebben, jó ez a könyv metafora egyébként, hogy viszont milyen erőteljes elvárások vannak azért ezzel a régi könyv betartásával szemben, mert az összes ilyen felmerülő probléma, nem csak a Puzsérral, az összes jelöltel szemben is, horribile dictu Berki Krisztiánnal szemben is, hogy ne, olyan nem politikusszerű, hogy igazából a Puzsér az üvöltözik, meg csúnyán beszél, a Berki Krisztián heréit vasaltatja, nem, tehát hogy ezek nem felelnek meg annak az elvárásnak, amit a politikusokkal szemben, ez szerint a könyv szerint, amit egyébként szerintem nem csak a Robi talán az egyetlen, aki ezt a kétfarkúak mellett kép és hogy ezt a könyvet felejtsük el, gúnyoljuk ki, rajzoljunk már bele a politikusok szép arcaira, rajzoljunk bajuszt, üzzünk gúnyt belőlük, satírozzuk ki az életünkből ezt a könyvet, de azért mégis ennek az alapján fogalmazunk meg elvárásokat, mégis azt mondjuk, hogy a politikus az legyen ilyen nyakkendős, csávó, meg ígérjen szépeket, még ha nem is gondolja komolyan, mert jó hallani. Hát egyébként ki a franc akarja azt hallani, hogy emberek nagy szarban vagyunk, fogyik a közpénz, mert ellopjuk, stb. Hát azt nem jó hallani, ilyeneket nem mondanak. Ezért mászom én egyébként a falra ettől a fajta fake news-tól, amit egy csomóan csinálnak ilyen lájkvadász oldalak, hogy azt mondta Novák Katalin, hogy na magyar nyugdíjasok, ne aljátok ki a seggemet. Hát most könyörgöm, Novák Katalin ezt gondolja, ez elég világos. A kormány, az ellenzék ezt csinálja, elég világos, de ilyet egy politikus nem mond. Éppen ezért az muris, és mindig érdekes, amikor ez a könyv egy kicsit felborul, és van valami, te szoktál ez az evolúciós ugrással jönni, van valami lemaradásunk, hogy amikor már elkezd felborulni a könyv, és mindenkinek tele van a töke, és mondjuk akadnak, akik elkezdik ezt a könyvet átírni, vagy félrerakni, akkor mi azt mondjuk, hogy hú, ez... dögös dolog, ez valami. Mit én, de azért mégiscsak azért megy az a kéz, és ott behúzza az X-et arra a nyakkendősre, mert az még megbízhatóbb ember. 100 milliót keresett tavaly, hát ért hozzá. Pista, ne haragudj, az Isten áldjon meg, azért tényleg a műsorvezetőnek is kéne ezt, de muszáj reflektálnom. De ezeknek a fiataloknak, már hogy a Puzsérnak meg a Konoknak, az a halata verbális előnye, hogy mindig másról beszélnek. Én, te most azzal is elkormálsz. Mindig másról, mint te. Hát, ha van egy diskurzus, akkor elvileg kéne, hogy abban legyen egyesség, hogy miről beszélünk. Tehát azt is mondhatta volna a Robi is, meg te is, hogy kit érdekel az, amit te mondasz. Nem ilyen óberhülyeségeket, hogy és akkor a politikai izé, meg ő most leváltja azt a nem tudom micsodát. Egyrészt én nem vagyok a politikai elit. Jó, hárman voltunk kommunisták, de már csak hárman maradtunk, ugye a Steinmetz, az Osztyapenko meg én. De most nem erről van szó. Arról beszéltem elvileg, és ennek nem... Sőt, mi több, elég nyilvánvaló, hogy az elitben ilyet nem... Ilyen hibát... Na, bocsika. Tehát ilyen hibát, hogy elmegyek a Mandinerbe, és van egy ilyen mondat, az a... De, na most ne jajgassatok, basszátok meg. Azért vagyunk itt, nem tudom, ki volt a névtelen hős, de... Már elnézést. Elnézést. A klasszikus, öreges politikai szabályok szerint ilyen hibát nem követünk el, hogy ezt a mondatot kiemelhessék, és teleplakáltolhassák vele a várost. Pont.
De Sanyi, a mondat kiemelés, figyelj, kívül, látom, azon... látom a Pesti srácok jövő heti címlapját, mi lesz azon... rajta? Csintalan Sándor lőtte hátba Steinmetzet és Osztja Penkót, bevallotta a kötött fogásban. Azon kívül itt van az én barátom Konok Péter, lehet, hogy nem vagyunk barátunk, de én nagyon kedvelem, aki azt mondta, hogy most akkor az anarhiával kapcsolatos véleményemet most hallotta. 28-szor mondtam már el élő egyenes adásban, se de, még egyszer se, de még egyszer se esett le neki a tantusz. Tehát nehéz ez nyilvánvalóan, mert a magyar-magyar diskurzusnak van egy nagyon erős nyelvi gátja, ez pedig hát a, nyilvánvalóan a tolmács hiány. Tehát van egy ilyen probléma tényleg, hogy tematikusan ragadjunk a tárgynál. Most ezt nagyon szellemesen el lehet mondani, hogy sőt, mi több még jókat is lehet rajta röhögni, de ettől még maradjunk annál a kérdésnél, hogy az ember adott esetben milyen helyzetben van, és a kontextus, amit gyűlölök és utálom ezt a kifejezést, de tényleg mégiscsak van. Tényleg van. És tudom, hogy nagyon nagyképűen hangzik, és el lehet ezt a dolgot azzal rendezni, amivel a Robi is mondjuk adott esetben elrendezte ezt a dolgot, és nagyon szellemes, és a közönség most baromira fogja szeretni. Na de hát az az igazság, hogy valamilyen okból most már 4 év után, maradjál már. Valamiért én hiszek abban, hogy ne rendetlenkedjél már, baromira. Hogy valamiért különösen hiszek abban, hogy ezen a helyen, meg ebben a körben a diskurzusnak és a beszélgetésnek van értelme. És körülbelül ebben az értelemben leszarom, hogy ki mit gondol. Tehát én szerintem mindenkinek van például egy érzése az ATV-vel kapcsolatban, hogy az hogyan strukturálódik át, hogy finoman fejezzem ki magam. Halleluja! A NER ügyében. És mondjuk tényleg, komolyan mondom, nekem van azért családi tanú arra, hogy van rokon szemben az emberrel kapcsolatban. De úgy különben nem szoktunk egymással beszélgetni, itt van a módom arra, és akkor most így kitárulkozom ebben az értelemben, hogy elmondjam azt, amit gondolok arról. Lehetetlen nehéz helyzetbe került, tehát nem egy posztkommunista agitpropos duma, amit most eladok, hogy nagyon nehéz helyzetben került. És valahogy tényleg hónapok óta azon gondolkodom, hogy jó, lehet itten össze-vissza fikázni, de hogy mi vezetett idáig, mi az ok, mit kellene megváltoztatni magunkban, mert az, hogy azt mondjuk, hogy állat itt a, tehát tényleg ez a hülyék országa. Az. Na de mitől? És hogy? És mit tettem én annak érdekében, hogy ez ne így legyen? És mit tudok még tenni, hogy ez megváltozzon? Robi, gyorsan mit kell tennünk? És te ne vágjál szó a szavamba, légy szíves. Muszáj, jó? Mert a nem létező műsoridőnk végére. És akkor mi van? Kíméljük a közönséget. Dehogy nem. De, na, szóval Robi, és Sándor, akkor szólnának, mondanak, sipoldának, meg fütyüldének. Szóltak, de akkor lekussoltad őket. Sándor, én értem, hogy a balliberális törzs az föl van háborodva azon, hogy én a Mandiner címlapján szerepelek, és ebben ő meglátja az én NER érintettségemet, és íme itt teljesül is az a konteó, hogy na hát össze van a Puzsér fonódva a Fidesszel. Én értem, hogy az a balliberális törzs, az az MSZP, az meg van ezen botránkozva, amelyik ezer szálon van összefonódva a Fidesszel, amelyik a Fidesszel közösen lopja a budapesti autósok parkolási pénzét. Ennek az MSZP-nek kéne megfelelnem? Az ő Fidesztől való hermetikus elkülönbözésüket és távolságtartásukat kéne mintául vennem? Mert akkor már a NER része lennék, bocsássál meg. Szeretnék bemutatkozni így a műsor végén. Bal liberális törzs vagyok. MSZP, micsoda? Mi vagyok? Még mit mondtál az előbb? Kópasz? Tehát én lennék a bal liberális törzs. Azért mondtam, mert én egy bal liberális törzs vagyok. Nem. Robikám, a te konzekvens logikád alapján. Arról van szó, hogy ha nem az vagy, és ezt te kikéred magadnak, és azt mondod, hogy te centrista vagy. És te a nem, de a lófasz. Csintalan Sanyi vagyok. Csezd meg. Na jó, Sanyi, de azt közben meg végignéztük, hogy te szocialista politikus voltál, aztán a Fidesznek a Bolgár Gyuri bátyja... Majd amikor 65 éves leszel, és majd felsorolják az életudatot, nagyon érdekes lesz. Jó, most helybetsz, és összefekvő is.
Érted? Utána volt egy ilyen rövid jobbikos intermezzo, és most megtérsz a szocikhoz. Tehát, hogy így a probléma az, hogy a centrum fölött mindig olyan iszonyatos, elképesztő, szuperszónikus sebességgel robogsz át. Mintha meg se történt, hogy ott se lettél volna. Robi, van egy kis probléma. Van egy kis probléma, most már lassan neked is van politikai múltad. Azért ha... És milyen szennyes azokkal a 100 milliókkal. Jó, van politikai múltam. Érdekes. Tudod, Sándor, egy éves politikai múltam van, és 4 millió forint, amit 100 000-esével adományozók dobtak össze. Hát ez a szituáció. Ezt a 4 milliót, ezt még sokszor fogjuk hallani ezek után, azért az sok nulla, az nehéz elképzelni. Na, figyeljetek, teljesen elment a nem létező műsoridő, de az utolsó témát megpróbálom bedobni, hogyha nem lesz rá időnk, akkor legalább felolvastam, tök jól összeírtam. Mert hogy ugye felpörgött az átadásipar itt a kampányban, és parádis dolgokat nyújt át a kormány, illetve annak mindenféle önkormányzat és egyéb képviselői, néhány ebből. Aztán Vácon egy kovácsoltvas pad volt az egyik ilyen átadott ajándék a nép számára. Az egyik kedvencem az Egerben a zöld hullám. Az nem nehéz, nem? Azt nehéz egy kicsit így überelni. Azt mondja, hogy Érdi játszótér, ami nem volt még kész, és ezért volt egy kis zűrzavar, és az nagyon jó volt, mert azt mondta a városvezetés után, hogy nem is adtuk át, csak felavattuk. Tehát nem, hogy az ostoba nép, nem tud különbséget tenni egy átadás meg egy felavatás között, és viszi a kölkét játszani, csak jó, simán átadod. Nem kell ott ugrálni. Aztán Zalaegerszeg fideszes országgyűlési képviselője felavatott egy földutat kétszer. És mekkora zseni, nem? Mert minden útnak van egy eleje, meg egy vége. Sokszor beállnak a közepére. És egy kis hazai ízt hadcsempész, egy kis zempléni finomságot ide. Mert hogy az én fatornyos kis szülővárosom polgármestere sátorúi helyen azt találta ki, hogy ő jár körzetről körzetre, és átadja az elképzeléseit. Ami egyrészt... mondjuk még egyelőre még olcsó, tehát hogy legalább ebben még nem tűnik el a közpénz, meg nem balesetveszélyes, mint a érdi játszótér. Úgyhogy ezeket írtam össze, ilyen felvezetően. A műsor végén, várjál, az lehetett volna, hogy te mit adtál volna, hogy ez a másik műsor lenne. Te mit adnál át a fideszes polgármester? Ezért nem ez a mondat van. Nem, nekem a kedvencem tényleg ez a, egyébként ugyanakkor roppant megalázó dolog volt, a beteggel együtt adták át a kórtermet, bár ezt lehetett volna csinálni, hogy például ezt a kovácsolt vaspadat egy hajléktalannal együtt adják át, mert az ugye eléggé leírta volna. Elviszték a rendőrök, mert életvitelt személyen van átadva. Hajléktalannal és cellával adják át. De hát ez teljesen abszurd, de mondjuk ilyenkor mindig főpörgetik, tehát és a legszebb, és szerintem legjellemzőbb az volt már, az is fideszes volt, gondolom, mert azok szokták ezt, bár minden további nélkül átad akárki akármit, meg átvesz, meg elrak, amikor felavattak egy látványtervet. Nekem ez annyira tetszett, tehát tulajdonképpen azt hiszem ez a magyar politikai életnek egy ilyen szimbóluma lehetne, hogy kaptok, tessék, itt egy víz, ez a mi víziónk, kérem szépen. Itt egy a szép látvány, aztán persze kurvára nem úgy fog kinézni, ugye ismerjük a látványtervek történetét, de nem, tehát így kimennek a pusztába, eljátszák, eleve könyörgöm, amikor valamit átadnak, meg ott jönnek a papok, felavatják, körbetáncják, kivezénylik biodíszletnek az óvodásokat. A rohadt életben, a zöld hullámtól kezdve a kovácsoltvas padig, azt mi adtuk át magunknak. Mert hát ugye ezek közben. Tehát így örülünk annak, hogy a politikus úr tényleg átad bármit egyébként, akkor is, hogyha jó dolgot ad át. Tehát rohadt életben, hát mi köze hozzá? Nem ő építette. A mi pénzünkből van, nekünk van, tehát így ne zsezsegjenek ott, ne idétlenkedjenek, és ha meg már csinálják, igen, akkor legalább annyira tiszteljenek meg minket, mert tulajdonképpen a pofánkba röhögnek. Nagyon jókat lehet nevetni azon, hogy miket adtak át, de rettentő megalázó, hogyha belegondol az ember, hogy ezek most itt minket tényleg oda jönnek, ilyen közelről oda tolják az arcokat, és beleröhögnek a képünkbe. A földutátadással, a padátadással, a látványterv átadással, az egésszel. Eszembe jutott még egy, csak elfejtettem felírni, a zászlótartó rúd. Azt is átadták. Én pedig fel vagyok háborodva. Ez a tömegtájékoztatás teljes félreértése. Ezek 40 évvel ezelőtti kampánymódszerek. Hát ez ma az M1 termelési riportjai, ezek működnek? Tényleg? Mert azt érzékeljük, hogy a Kárpát-medencében megállt az idő.
Tehát itt működnek a 40 évvel ezelőtti módszerek. De most a krumpliosztáshoz képest, vagy a Terézvárosban kiosztott 25 ezer forinthoz képest, ezek milyen sztorik? Tehát ezek az emberek ott élnek. Látja, hogy a földút hogy van megcsinálva. Tudod, őket be lehet hülyíteni ezzel? Hogy átadjuk a félkész földutat? Amikor ott él és pontosan tudja, hogy... Ez egy teljesen jó földút volt. Tehát azért a... A földutak legalább közt mi próbáljunk egy... objektív médiaként viselkedni. Ez egy nagyon kultúrált földút. Mi a különbség egy rossz és egy jó földút között? De hogy, ez, de hogy ebben tényleg hiszünk, hogy ez működik? Rossz még nincs átadva. De ez tényleg működik, hogy ezek az átadások? Mert én azt elhiszem, hogy a nagyszüleink még ilyen szempontok szerint képesek voltak szavazni. De hogy ez valóban van ma valaki, aki átadnak beteggel együtt egy kórtermet, és azt mondja, hogy na az egészségügy most már azért pályára állt. Tehát ez, komolyan elhisszük? Mert a 25 ezer forintot, meg a zsákkrumplit, azt értem, hogy hogyan működik. Ott értem a mechanizmust. De itt meg egyszerűen nem értem azt, hogy itt valaki azt mondja, hogy na most már ezekből elegem van, és akkor meglátja a kórtermet a beteggel együtt, és a beteg is milyen jó állapotban van. Kész, rögtön leszavaz a Karácsony Gergelyre, mint a Sándor. Tehát ezt a nehéz elképzelni. Jó van, na, tudom, vége. Na, ez az, hogy... Édes Arabi különben, tényleg nagyon élvezem, amit ezt mond, mert egyrészt igen. Tehát ez így működik. 100 éve. Most persze, ő nagyon humorosan előadja, hogy ez abszurd. Ekközben meg egyébként a hétköznapok továbbiakban is így zajlanak. És ez az igazi kihívás, hogy nem egyszerűen csak elmondjuk szellemesen, hogy ez egy totális anakronizmus, és a világ vicce, hogy hülyére tudják venni a választot. És máj nap, igen, ugyanazok az üzenetek, ugyanazok a módszerek, sőt, mint több a posztmodern. Nézzék meg, ad abszurdum, hogy más sem mondjak, ez olyan a HBO-gón, a Brexitről készült filmet, meg a Roger Ailesről készült filmet, most a címe nem ugrik be, ugye, aki megcsinálta a Fox televíziót. Hát még itt a posztmodernben még jobban lenézik a választópolgárt, meg a adott esetben a nemzeti közösségeket, mint Goebbels. Mert ő még akkor nem tudta, hogy ez mennyire fog működni. És nagyon működött ugye annak idején. És most ennyi példa után újból visszajönnek ezek a módszerek. Ezek az esélyek. A kérdés az, hogy ebből hogy tudunk kilépni attól függetlenül, hogy szellemesen el tudjuk-e mondani ennek a kritikáját. Tehát olyan kínálat kell, olyan karizma kell. Igen. Ja, rád gondolom, igen. Neked őrült nagy a felelősséged. Igen. Majd megnézlek az átadókot. De tényleg, most nem viccelek, hát ezek személyes dolgok, és tudják nagyon jól, különösképpen ebben a hazában, ahol egyszer már 90-ben úgy szavaztak, hát ugye ezek nagyon tiszta kezű emberek voltak, és nagyon helyes fiúk voltak, nem voltak ilyen rohadt komcsik, hogy helyesek voltak és szépek. Szép hosszú lányok voltak, aranyos tekintetű fiatal emberek voltak, és olyan jó kiállásúak voltak. Még nem olyan régen a Fideszre is így volt az érvényes, nem csak 90-ben. Hát olyan jó pofa helyes hercik fiúk. És ez volt nagyjából egyébként az, aminek alapján eldöntötték azt, hogy szavaznak-e rájuk, vagy nem. Itt volt ez a kis törpe, ez a kis gnóm, ez a horn. Hát ehhez képest milyen helyes fiú volt, nem? Félreértés ne legyen, én most nem másokat akarok cseszgetni, én is beszoptam. Azzal együtt egyébként, hogy meg vagyok arról győződve. És itt van még egy nagyon fontos dolog, nem a politikában, nem szeretem most ezt a kifejezést, mert ugye a Konok is mindig úgy mondja, a politika, hogy az valami rettenet. Nem, félreérted, a politika, én azt mondtam. Jó. A politika, hogy az valami rettenet. De ebben azért ő téved, mert a politika attól olyan, tőlünk ilyen, szavazóktól, attól, hogy mit honorálunk. Mi az, amit visszaigazolunk? Mi az, amire szavazunk? Kik azok, akikre szavazunk? Karácsony Gergely, mondtad? Ez nagyon szellemes különben, tényleg nagyon jól hangzik, de mondjuk például az egy nagyon fontos kérdés egy ilyen helyzetben, az egyetlen esély valamennyire arra, hogy valami történjen azon kívül, hogy ülünk a fotelbe és elmondjuk, hogy mindenki menjen az anyjába és a nénikéjébe, és mi vagyunk a legfaszább csávók. Jó lehet egyébként, nem ismerünk semmit a világból, de hogy hogyan lehet a hatalmat időről időre leváltani, és itt tényleg bizonyos értelemben hosszú távon kell gondolkodni, mert az ember
Hát az a helyzet, hogy a történelemben az életünk egy pillanat, születésnaptól függetlenül mondom, hogy a hatalomnak értékelnie kell, hogyha szarul viselkedik, előbb-utóbb seggbe rúgják. És én tényleg úgy gondolom, az én szavazatom bizonyos, igen, hát meg Robi fogja mondani, hogy a kisebbik rosszból már ki kéne törni, meg le kell váltani az ellenzéket. Én azt gondolom, hogy a fő prioritás ezzel együtt ma Magyarországon, itt ebben a városban az, hogy a Tarlós és a önkormányzati többség, de nem volt szíves különben önkormányzati többségért dolgozni, mert arra azért nem vette a fáradtságot, el kell hajtani. Aztán majd megbuktatjuk 4 év múlva a karácsonyt. Tehát nagyon fontos dolog volt, nagyon fontos, igen. De most választjuk meg. Igen. Jó, hát nem rossz. Nem érti. Nem rossz. Hát nem érti a kurva életben ezt a rohadt politikát. Jó, nem a politikát, ez nem rossz. Ez így szavaz volt. Karácsonyra, hogy megbuktathassuk. És akkor csak befejezem. Hát előbb meg kell választania, meg akarjuk buktatni rendesen. Hát ugye milyen érdekes? Bizony. Lehet ezen kacarázni és hülyének nézni Sanyit, de bizony ez így működik. És én máig azt mondom, hogy nagyon helyén való volt a Gyurcsányt megbuktatni. Nem volt más kínálat, nagyon helyén való volt. Sokkal később jutottunk volna ugyanebbe a helyzetbe, ami előtt most állunk ki, most már 10 év után, hogy az Orbánt is már tényleg már azért abszolút ideje lenne a rendszerét is megbuktatni. De ezeken mind túl kell esni. Úgy néz ki, nincs más megoldás. Ez érdekes, nem fogalom érni. Érdekes demokrácia felfogás, akkor minden négy, mindig szavazzunk arra, akit 4 év meg akarunk buktatni. Csókolom, én befejeztem konkrétan. Szerintem akkor szavazzuk vissza a Gyurcsány, mert olyan jó volt megbuktatni. Már ezt a Péter, még jobb lesz. Péter hülye van. Szerintem ezért maradnak hatalomban, mert maguknak ez tetszik, ez a baromság, amit mondottak. Úgyhogy most mindenki le lett tolva, az kiváló alkalom arra, hogy azt a részét a műsor... Ne haragudjál, térden állva, puzsér előtt még ennyit még senki nem mondott, mint én. Jó. Tényleg? Jó. Engem már átadott a ver. Csak azért ne szeressenek mi. És egy címlappal kilettem fizetve. De ennél mennyivel durvább sztori az, amikor Mága Zoltán ingyenes koncertet tart Szombathelyen, az evangélikus templomban, ahol Hende Csaba kampányol, és megtapsoltatja a polgármester jelöltet. Hát ez a, és mindez a templomban a Mága Zoltánnak a jótékonysági koncertje után. Tehát, hogy ebben itt minden egyesül. Szarcsa adtak át. Az is egyesül különben, hogy a Robi nem készült föl. 350 milliót kapott ezért a projektért a Mága, bocs. Hát ez a jótékonyság része. Azt mondtad, hogy ingyen. Mondtam, hogy jótékonysági. De azt mondtad, hogy ingyen. Nem ingyen. 350 millió. Jó munkát meg kell fizetni. Hát ez egy ilyen ország. Na hát, tényleg a Mága Zoltán, és tényleg elhúzza a nótát. Gondolj bele, másnak 3,5 év kell, hogy ezt összekaparja, azt a 350 millió. Na jó, hát Mága Zoltánhoz képest az is hülye. A béna MSZP-sek, nos... Szerintem ez volt akkor a hivatalos rész, nem eszembe jutott valami, mert ezen a bizonyos kis kampány rendezvényen, ugye te azt mondtad, hogy ha sikerül a programodat hamarabb végrehajtani, mint amennyi időre szólna a főpolgármesteri mandátumod, akkor visszaadod, lemondasz. És akkor én gyorsan kitaláltam egy kampányszlogent, és erről a karácsonyosra jutott eszembe, ez se rossz, az meg úgy hangzik, hogy szavaz Puzsérra, hogy lemondhasson. Tehát most már van egy jelöltünk, akire szavazni kell, hogy megbuktathassuk, meg egy másik jelöltünk, akire azért kell szavazni, hogy lemondhasson. És szerintem ez elég jó kis perspektíva, még 65 évesen is. Szóval ez lett volna az a része. Hát az a része. Esetleg olyan jelöltet kell megválasztani, akit nem úgy kell eltakarítani, hanem amelyik lemond azután, hogy a mandátumát kitöltötte, vagy azután, hogy a felvállalt programját megvalósította. Ezt mondtam, dicsértelek, csak nem, lehet, hogy rosszul csináltam. Nos, akkor ez lett volna az a része, amíg a műsor tartott, és akkor most jön az a rész, amikor önöki a szó, és mindenki bármit kérdezhet. És hát ezt a részét köszönjük szépen. Tarlós. Coming out. Ja jó, csak hogy a Tarlós javára sem lépek vissza, hogyha valaki esetleg ezt kérdezné.